Tisztelt országgyűlés képviselőtársaim! A kisemizett önkormányzatok költségeire mutogatva venné fel a Fidesz az eddig letagadott uniós támogatásokat címmel. A DK képviselő csoportjából Varjó László képviselő úr jelentkezett napirendelőti felszólalásra. Parancsoljon, képviselő úr, öné a szó. Pedig nem fogják megúszni, el fogom mondani. Tisztelt ház! Demeter Csaba államtitkár úr az előbb itt lehozugozta az ellenzéket, ezért cserébe, tudja, amilyen az adjon Isten, olyan a fogadj Isten. Kezdjük ezzel a történetet, hogy önök hetek óta hazudják úton útfélen, hogy az Európai Unió sehogy nem akar segíteni a szegény, hősiesen küzdő magyar kormánynak, hazánk pedig semmilyen támogatásra nem számíthat a koronavírus járvánnyal kapcsolatosan az Európai Unióból. Hadd kezdjem azzal a felszólalásomat, hogy idézek önöknek egy levelet, amelyet a belügyminisztérium az önkormányzati államtitkára küldött el minden önkormányzatnak. Hangsúlyozom, minden önkormányzat megkapta. Idézet. Az Európai Bizottság lehetővé tette a koronavírus okozta válsághelyzet kezelésének támogatását pályázati úton az Európai Szolidaritási Alapból. A járvány elleni védekezésért felelős belügyminiszter kezdeményezi a pályázat összeállítását és benyújtását, mely célra adatkérő táblázat került összeállításra. Nem idézem tovább, önök az önkormányzatoktól ehhez a pályázathoz, az Európai Bizottsághoz adatokat kérnek. Hogy mik vannak, ugye? Uniós pénz koronavírus okozta válságra az Európai Uniótól. Ha nem erre mondták egész idáig, hogy egy fillért sem lehet ebben igénybe venni, akkor, amikor a demokratikus koalíció ezügyben is felszólalt. De vegyük csak végig azt, hogy mit is mond ez a levél. Egy. Önök elismerik, hogy az Európai Unió ad pénzt a válság kezelésére. Ez a levél egyben bebizonyítja azt is, hogy önök hetek óta a magyarok szemébe hazudnak az Európai Unióról. Önök egy 2000 milliárd forintos uniós támogatást titkolnak el a magyarok elől ahelyett, hogy odaadták volna az önkormányzatoknak és a vállalkozásoknak munkahely megőrzés érdekében. Kettő. Önök elismerik, hogy a kormány ahelyett, hogy az önkormányzati végeznék a munkát, az önkormányzatok végzik önök helyett. Hiszen éppen arra kérik az önkormányzatokat ebben a levélben, hogy összesítsék a védekezés költségeit. Maszkosztás, kórházak, mentősök segítése, idősek ellátása, és azt hiszem nem kell önöknek sorolni, hogy mi mindent végeznek el önök helyett az önkormányzatok. Ma például egész budapesti területen maszkosztás van, én magam is Újpesten reggel ezzel kezdtem. Önök helyett csinálják az önkormányzatok. Három. Önök arra hivatkozva akarnak pénzt kérni az Európai Uniótól, hogy mit csináltak az önök által egyébként kivéreztetett önkormányzatok. Tehát majd az önkormányzatok költségeire mutogatnak, miközben uniós pénzt kérnek stadionra, futballakadémiára, meg ki tudja milyen mészáros beruházásra. Vegyük sorra tehát újra az egészet. Önök először hazudtak az Európai Unióról, majd nem végezték el a saját munkájukat, és hagyták, hogy az önkormányzatok végezzék el önök helyett, most pedig csalni akarnak, hiszen az önkormányzatokra hivatkozva szaladnak az Európai Unióhoz pénzért, hogy aztán azokat önök felhasználják, hiszen az soha nem fog megtörténni, hogy ezt az önkormányzatok megkapják. Na ezt tessék megtapsolni, tisztelt képviselő urak, ez az, amit önök csinálnak válságkezelés és Európai Unió címen. Miközben az ország számított önökre, és önök ugyanazt tették, amit 10 éve csinálnak. Hazudtak, lopnak.